A mai műsorban egy zaklatott nő hívását fogadja a segélyhívó operátor. Mentőszolgálat. Mi az esemény pontos címe? Halló? Halló, hall engem? Nem kapok levegőt. A telefonáló női autósnak súlyos asztmarohama van. Megállt egy forgalmas autópálya mellett, segítségre szorul. Nagyon megijedt és pánikba esett. Próbálta megadni a címet, de alig bírt beszélni. Egy ingatlanban van, vagy az úton? Úton. De vajon melyiken? Szintén a mai epizódban a mentőst is kimentik. Egy tapasztalt hegymászó, aki önkéntes sziklamentő, egy parti szírt falon küzd Guernsey-ben, és rájön, hogy bajban van, mikor elveszíti az egyensúlyát. Nem volt biztos. Az tuti. Lecsúszott a lábam, és onnan csak lefelé lehet menni. Megmenekülésének záloga, ha kihívja a saját sziklamentő kollégáit és a tengeri életmentőket. A40-es Monmouth, Dale Wells. Catherine az egyedülálló anya Cardiffban született és nőtt fel. Koordinátorként dolgozik az ápolási szektorban. De nagy szerelme a természet. És ami igazán élteti, az szelni a habokat. Az egyik legnagyobb szenvedélyem a kenuzás és a kajakozás. Kezdetben csak kíváncsiságból csináltam, aztán láttam egy tanfolyamot, hogy oktató is lehetek. A természet imádatát átadta a lányának, Ailának is. Ő is kalandvágyó, mint én, de benne megvan az az élvezet, ami ragályos. Nagyon szoros a kötelékük. Néha lányos estét tartunk, és van, hogy együtt megyünk úszodába. Catherine sokat küzdött, hogy élvezhesse ezt az életmódot a szabadban. Valószínűleg asztmával diagnosztizáltak 2 hónapos koromban. Folyamatosan mellkasi fertőzésem volt, és korán Ventolint, meg hasonlókat kaptam. Tinédzserként romlott az állapota, tartós asztmát állapítottak meg nála, ami egy súlyosabb betegség és gyakrabban előjön. Már jól ismerem a kiváltó okait, de az asztmával az a baj, hogy kiszámíthatatlan. És pontosan ez történik egy napfényes délutánon, egy vidám vízi program után. A nyári szünetben Catherine meghívta a családi és munkahelyi barátját Bevet egy kenuzásra a Wye folyón. Nem ismertem őt régóta. A lányával is nemrég találkoztam. Ayla igazán bájos. Bev tud a barátja betegségéről. Dolgoztam vele pár műszakot, így hallom, ahogy levegő után kapkod. De nem hagyja, hogy ez bármiben megakadályozza. A két család külön autóval indul útnak, és a folyónál 2 hajóval szállnak vízre. Csodás napunk volt, falatoztunk is, szikláról ugráltunk. Napos, meleg idő volt. Catherine nem látszott, hogy küszködne, de az elején nála volt a pipája. Amikor indultunk vissza Cardiffba, úgy tűnt, hogy jól van. Bev és családja hazaindulnak. Catherine-ék kicsivel utánuk erednek útnak. Lassabban mennek a tetőre szerelt kajak miatt. Ayla hátul ül és játszik. Fejhallgató volt rajtam, hogy anya tudjon figyelni. De Catherine érzi, hogy baj van. Szívtam még egyet az inhalátorból, hogy csökkenjen a nyomás. Folytatja a 45 perces utat. Csak arra gondoltam, hogy érjek haza, mert otthon mindent el tudok rendezni. De nem ez történik. Felismeri, hogy jobban koncentrál a légzésére, mint a vezetésre, így félreáll a forgalmas autópálya mellett. Ayla kérdezősködik. Kérdezte, hogy miért állunk meg. Én meg mondtam, hogy anya mellkasa fáj, de mindjárt rendbe jön. És játszott tovább. Láttam, hogy egy kicsit zihál. Catherine-nek használnia kell az inhalátorát, ami porlasztja a folyékony gyógyszert, és így maszkon keresztül belélegezhető. Ad hozzá még egy összetevőt.
Tettem bele ipratropium-bromidot, ami meghosszabbítja a Ventolin hatását. Megnyitom bele a légutakat, és nyitva is tartja. De most ez sem segít. Ilyenkor több gyógyszer kell. Arra gondoltam, ha elájulok, nincs senki Ájlával. Segítségre szorul. Levette a fejhallgatót, és azt mondta, anya, csinálnom kell valamit? Akkor nem tudtam beszélni valami jól, ezért fogta a telefonomat, és hívta Bevet. Bev és a családja már messzebb járnak, amikor felveszi a hívást. Ájla vékony hangját hallottam. Anya nem lélegzik. Erre én. Beszélhetek vele? Nem tud. Én meg. Vezet? Nem, megálltunk. Az ő autójuk már közeledik az autópályához. Nem tudnak visszafordulni. Rosszul éreztem magam miattuk. Azt mondtam, Ájla, tedd le és hívd a 999-et. Hívtam a számot. Ez az a hívás. Mentőszolgálat, mi az esemény pontos címe? Halló? Nem tudom. Egy zsúfolt autópályán vannak a semmi közepén. Ájla nem tudja leírni a helyszínt. Catherine összeszedi minden erejét, hogy beszéljen. Halló, hall engem? Nem kapok levegőt. A vonal másik végén a segélyhívó operátora Madison. Alig hallottam Catherine-t a telefonban. Nehezen kapott levegőt. Tudtam, hogy az lesz az egyik legmagasabb prioritású hívás. Melyik község vagy város? Mossmouth után. Nagyon megijedt és pánikba esett. Próbálta megadni a címet, de alig bírt beszélni. Van önnel valaki? A 7 éves gyerekem. Ő tudja a címet? Meg tudja adni nekem? Nem. Egy ingatlanban van, vagy az úton? Úton. Jó, tudja, melyik út az? A 40. Értem. Hova utaznak Monmouthből? Cardiffba. Jó, köszönöm. Le van töltve a What's Rewards app? Nincs. Tartson ki egy percig, jó? Madison elindít egy rohamkocsit és egy mentőt, de szüksége van a pontos helyszínre, hogy megtalálják Catherine autóját. Oké, küldök önnek egy linket, nyissa meg, ha megkapta, és aztán mondja el, mi az a három szó, jó? Az alkalmazás behatárolja a helyzetüket. Catherine zihálva sorolja a szavakat. Beállít. Hang. Térképez. A hívás rögzíti Ájla ilyet sírását, de jön egy jó hír. Megvannak. Csak a biztonság kedvéért. Ön a beteg? Igen. Jó. És légzési nehézsége van? Asztma. Amikor azt mondta, hogy asztmás, tudtam, hogy igazán nagy a baj. Batris vízesés, Guernsey. A 63 éves Steve itt született, és élete nagy részét is a szigeten töltötte. A 20-as éveiben 3 évig máshol dolgozott. Visszatérése után nem sokkal ismerte meg a feleségét, Sandrát. Letelepettünk, lett 2 gyerekünk. Sikerült vennünk egy házat, ami igazán nagy kihívás, mivel Guernseyben rendkívül magasak az ingatlan árak. Ez a csatorna szigetek második legnagyobbja. A területe csupán 63 négyzetkilométer. Sokan úgy kezdik, hogy körbeautózzák a szigetet, és amikor 30 perc múlva visszaérnek, azt mondják, csak ennyi. Steve szerint a mérete ellenére sokat nyújt. Reggel lehet úszni, biciklizni, aztán délután lehet hegyet mászni, este pedig vacsorázni, és még így se utaztál 8 kilométernél többet. Steve az informatikában dolgozik, de a szenvedélye a mászás. Ezt a sportot már 45 éve űzi. Jó néhány évig instruktorként dolgoztam, és hamar rájöttem, hogy beszippantott a mókuskerék, pedig nem akartam belefásulni. Szerintem, ha van 2 különböző aspektusa az életünknek, akkor attól mindkettő érdekes marad. De Steve továbbra is oktat a helyi hegymászóklubban, ami nagyon változatos. Több mint 2000 kiemelkedés van a szigeten, ami mind tengeri szikla.
A mászók egy olyan technikát használnak, hogy kihelyezett biztosító eszközökben vezetik a kötelet. Te vagy a kötél egyik végén. Ott a biztosító eszköz, ami segít ereszkedni, és ha baj van, akkor záródik. Így tulajdonképpen ellensúlyként működik. Steve egyik tanulója, Agita, 2 éve csatlakozott a klubhoz. Sokat tanultam tőle a sziklamászásról. Mindig ő lesz a támaszom. Azt hiszem, én vagyok az egyik legjobb mászó errefelé. Igen, nem biztos. Sok jó mászó van itt. És mind tudják, hogy vészhelyzetben hívhatják a helyi sziklamentő csapatot, aminek Steve is az önkéntese a barátjával együtt. Kötélmentést végzünk bárhol Guernsey sziklájén, akárhol, ahova a tűzoltók nem jutnak el a létrával. De egy drámai napon Steve és Simon ugyanabban a hívásban találják magukat, csak más szerepben. Egy napos augusztusi vasárnap. Steve és Agita egy délutáni mászáson van a klubbal a Batris vízesésnél. Steve és a mászótársa Louis az egyik legnehezebb pályát, a True Grit-et akarja teljesíteni. Egy könnyen induló, de a végén meglepetést tartogató útvonal. Ott van egy kiszögellés, aztán elérsz egy túlnyúláshoz, és ha megvolt ez a mozdulat, akkor onnan nincs visszaút. Ha kibiztosítás előtt esel, akkor mindketten a tengerben köttök ki. Louis tartja Steve-et, míg ő vezeti a mászást. Jól ment minden, Louis is jó formában volt. 9 méterrel feljebb eléri a túlnyúlást. A fejedben megvannak a mozdulatok. Ki kellett lépnem balra, és felállnom egy kiállásra, vagy egy sziklára. Valamire, ami felfelé áll. Ez a kritikus pont. A sziklára teszi a lábát. Nem volt biztos. Onnan nem tudsz visszamászni, menned kell tovább. Mondtam Louisnak, hogy csak figyeljen. Teljes súlya a bal lábán van, amikor jön a következő mozdulat. Lecsúszott a lábam, és onnan csak lefelé lehet menni. Louis, a mászótárs azonnal biztosítja a kötelet, de a felszerelés nem tart, és Steve 9 méter zuhan a sziklafalon. Fejjel lefelé estem. Ösztönösen kinyújtottam a kezem. Egy pillanat alatt történt. A bal kezem csúnyán beütöttem, a jobbat is úgy, hogy zúzódást kapott. Végül egy biztosíték lejjebb megtartja, megállítva a zuhanását néhány centire a sziklától. Megkönnyebbültem, hogy nem ütöttem bele jobban. Egy válla alá szorult kötélhurok megállította az esést. A bal oldalam megsérült, a jobb pedig meghúzódott. Átvizsgáltam magam, megfogtam a bal csuklómat, amin azonnal látszott, hogy eltört. Minden elmozdult benne. A lába hátsó részén lévő sérülés vérzik. Láttam a seb szélét, és azt mondtam, ez elég csúnya. Szóltam Louisnak, hogy felmehetne és lehozhatná az első segélycsomagot, meg szólhatna a srácoknak, kell egy horgony, és engedjenek le kötelet, hogy kiussak. A vágás a lábán mély, és 15 centi hosszú. Nem tudtam elsétálni. A forgalmas A40-esen Momos és Cardiff között az asztmás anyuka Catherine küzd a levegőért. Lehúzódott egy pihenőbe, és a 7 éves lánya hívta a 999-et. Mentőszolgálat, mi az esemény pontos címe? Halló? Nem tudom. Egy speciális alkalmazás megadta a helyüket, a segítség már úton van, de a helyzet komoly. Amikor azt mondta, hogy asztmás, tudtam, hogy igazán nagy a baj. A barátjuk Bev, akivel a napot töltötték, előttük jár. Szeretne segíteni, de nem tud visszafordulni. Ha lefordulunk Newportnál, még akkor se értünk volna időben vissza hozzá. Fellélegzik, amikor szirénákat hall. A mentő száguldott a másik oldalon. Will a mentős a rohamkocsiban. Vörös hívás volt, ami a legmagasabb prioritású. Ő az ellenkező oldalon volt, mint én, így ki kellett mennem a következő körforgónál, és onnan vissza, hogy odajussak hozzá. Szintén úton van Harriet, a mentős, aki kék fénnyel közlekedik.
A vezérlőcsapat szólt a mentőre, és a rádión beszéltek velem. Mondták, hogy egy rohamkocsi is úton van. Catherine állapota rohamosan romlik az út szélén. Ayla a karomra tette a kezét, mintha azt mondaná, mindent megoldok. Jobban zihált, ezért nekem kellett válaszolnom. Maradjon vonalban. Elmondom, mit csináljon, jó? Igen. Hirtelen egy kislány válaszolt a kérdésre. Mi a neve anyukádnak? Catherine. Catherine. Téged hogy hívnak? Ayla. Nagyon bátor volt. Rengeteg információt adott, hogy mi történik az anyukájával, és hogy még magánál van. Segítséget küldünk anyukádnak. Én Maddie vagyok, vonalban maradok veled. Ha bármi változik anyukádnál, szólj, oké? Milyen színű az autótok, Ayla? Piros. Rendben, köszönöm. Kajak van a tetőn. Értem. Egy nagy piros. Nagy piros kajak, jó. Szólok a mentőnek, hogy észrevegyenek. El sem tudom képzelni, mint ment keresztül Ayla az autóban, látva, hogy az anyja egyre rosszabbul van. Izgultam, hogy nem ér oda időben a mentő. Ayla végre látja megérkezni a rohamkocsit. Mögöttünk van. Ki van ott? A mentő. A srác mögénk állt, és a kocsi oldalához jött a száguldó forgalom mellett. Hello, itt a mentő. Oké, viszhall. Madison leteszi. Will vizsgálni kezdi Catherine-t. A hölgy szörnyű állapotban volt, nem tudott összerakni egy mondatot, csak egyszavas válaszokat adott. A lánya az anyós ülésen ült, nyugodt volt, kicsit könnyes és feldúlt, csak fogta az anyja kezét, próbálta nyugtatni és segíteni neki, amennyire tudott. Will kiértékeli az adatokat. Láttam, hogy elsápad. Tudhatta, hogy nem vagyok jó állapotban. Erősebb intravénás gyógyszerekre van szüksége. Percek múlva érkezik Harriet is. Világos, hogy nincs idő késlekedni. Tudtuk, hogy kórházba kell vinni. Megteszik, amit tudnak, majd az egész családot a kutyával együtt átrakják a mentőbe, és a Combrani Egyetemi Kórházba indulnak. Catherine-t egyenesen a sürgősségire viszik Aylával, a személyzet pedig vigyáz a kutyára. Megérkezik Bev is. Megkönnyebbülés volt látni, hogy ül, és jól van. Catherine még aznap este hazament. Kivizsgálják, hogy a tavaly elkapott fertőzés okozott-e károsodást a tüdejében, amíg fokozza a tüneteit. Az asztmám egy folyamatos betegség, amivel együtt kell élnem és kezelnem kell. Nem tudjuk, mit hoz a holnap. De anya és lánya továbbra is élvezik a kedvenc hobbiukat. Megint kajakoztunk, hogy lássuk a delfineket. Wilt és Harrietet annyira lenyűgözte Ayla aznapi viselkedése, hogy a Walesi mentőszolgálat dicséretben részesítette. Ayla gyors tetteivel segített az anyjának, egészen máshogy is végződhetett volna. Azzal, hogy higgadt és összeszedett maradt, megkönnyítette a munkánkat. Azért kaptam, mert megmentettem anyát. Büszke vagyok, elmondhatatlanul. Steve, a hegymászó és önkéntes sziklamentő 9 métert zuhant, miközben megmászott egy sziklaszirtet a szigeten, ahol lakik. Barátja Simon is ott van a kihívott önkéntesek között. Az üzenet szerint egy 60 éves férfi leesett és lábsérülést szenvedett a vízesésnél. Rájön, hogy Steve az. Ismerve a sérültet, sokkal személyesebb az egész. Steve segítségére siet Egita is, a mászótársa, aki a közelben volt, amikor a baleset történt. Gyengének érezte magát. Adtam neki vizet, meg ilyenek. Visszamegy a szirtetőre, hogy több információt adjon a mentősöknek. Mondtam, hogy hasznos lenne, ha jönne egy mentőcsónak, mert ahhoz a helyhez, ahol voltunk, a tenger volt a legközelebbi mentőhely. Márka, a tengeri életmentők tagja, fogadja a hívást. Vörös riasztás. Mindkét hajónak. Akkor tudod, életveszélyről van szó.
Egita fényképeket készít, amint megérkeznek a sziklamentők, és leereszkednek a meredek 30 méteren, a nehéz felszereléssel együtt. Horgonyt rögzítenek, és leengedik a hordágyat. Simon viszi le a sérült barátjához. Leereszkedem a hordággyal együtt Steve-hez. Egy elsősegélynyújtó is csatlakozik. Kicsit viccelődtünk, hogy oldjuk a feszkót. Igazából hecceltek. Egy speciális kötést helyeznek Steve csúnyán megsérült lábára, ami csökkenti a vérzést. Az fájt. A helyszínre érkezik egy sürgősségi mentőhajó és egy kisebb csónak is. Mark a kollégájával egy kis felfújható csónakon száll partra, amivel be tudnak menni a sekély sziklás hasadékba. Látni valakit, aki ott ül, nincs magánál, de dumál, jókedvű, az megmosolyogtat. De még le kell hozni Steve-et a szikláról. A leggyorsabb, ha a csapat leengedi egy mentőcsónakba. Egita felveszi, ahogy a hordágyba rögzítik. Utas voltam, rajtuk múlt, mi fog történni. Biztos furcsa volt Steve-nek is, mert nem a mentési oldalon állt, hanem a sérültén. Simon irányítja a hordágyat. Az utolsó 9 méter igazán nyirkos volt, nagyon csúszós. Jól vagy, Steve? A tengeren egy kis hullámzás ringatja a felfújható csónakot, így trükkös lesz Steve-et belerakni, és ez olyasmi, amit a sziklamentő csapat még soha nem csinált. Rájöttünk, hogy tényleg bonyolult feladat lesz átrakni őt a csónakba, amikor be van szíjazva egy acélhordágyba. Mark visszaszáll a csónakba, hogy helyet csináljon. Ez nem olyan egyszerű dolog, amikor három egység próbálja stabilan tartani a hajót a vízen. A hordágy lényegében az egész csónakot elfoglalta, a feje a szélén volt. Nem igazán lettem volna a helyében, túl kell esnie a hullámzáson, és még úszni sem tud, mivel bele van szíjazva a hordágyba. De eljutnak a várakozó sürgősségi mentőhajóhoz, ahol egy fedélzeti csörlővel beemelik. Ott a mentős átvizsgálja, és a part felé indulnak. A kikötőben átrakják egy mentőautóba, és kórházba szállítják, ahol már várja a felesége és a fia. A röntgen azt mutatja, hogy mindkét csuklója eltört. A seb a lábán 13 öltést igényel. Simon szerint még olcsón megúszta. Pár centivel arrébb elvághatta volna a comb artériáját, és elvérzik, mielőtt odaérünk. Emlékeztető, hogy nem vagyunk legyőzhetetlenek. Steve mostanra nagyrészt felépült a sérüléseiből. A csontok a csuklomban összefortak, nem akadályoznak semmiben, bár néha fájnak, és olykor a lábam is. De lassan minden jobb lesz. Rendkívül hálás mindenkinek, aki megmentette. A sziklamentő csapatot meghívtam egy italra, és elmentünk ebédelni. Remek munkát végeztek. Érdekes, hogy terveztünk egy kombinált gyakorlatot a tengeri mentőkkel az elmúlt években, de nem jött össze. Mondhatni, feláldoztam magam, hogy sikerüljön.